Az eddig beadott jelentkezési lapokat nézik át az Emisszió Egyesület munkatársai. A szervezet ősztől 9 és 10. évfolyamos diákoknak indít tehetséggondozó programot Kezedben a jövő címmel. A résztvevő szabolcs-szatmár-beregi és Hajdú-Bihar megyei középiskolákból szeptember végéig jelentkezhetnek a fiatalok az Egyesületnél vagy a szervezet internetes felületein. A programba összesen 50 diákot vonnak majd be az intézményekből. Elsősorban mi olyan gyerekeket keresünk, akik a természettudományos témák iránt érdeklődnek, de esetleg nincs lehetőségük akár időben, akár pedig az anyagi korlátozása miatt arra, hogy magánórákat vegyenek, és az ő számukra szeretnénk egy olyan foglalkozást nyújtani, havonta 2 alkalommal, amelyben egy kicsit tudjuk bővíteni ezen ismereteiket, könnyebbé tesszük ezáltal a jövőbeni továbbtanulásukat, és esetleg kicsit orientálódnak e felé, a pálya felé. A foglalkozásokon a diákok többek között a természet- és környezetvédelmi problémákkal ismerkedhetnek meg. Az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésén túl több csapatépítő és tanulást segítő kirándulást, vetélkedőket is szerveznek a fiataloknak. A programnak célja az is, hogy olyan fiatalokat, olyan felnőtteket neveljünk ezekből a fiatalokból, akik egyrészt fenntartható módon nézik a jövőt, és egy kicsit nem titkolt cél az, hogy egy kis utánpótlást neveljünk, hiszen úgy látjuk, hogy nagyon szükség lesz a jövőben is olyan környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetekre vagy civilekre, akik odafigyelnek a környezetükre, hallatják a hangjukat, tesznek érte, és úgy gondoljuk, hogy ez a program alkalmas lesz arra is, hogy kineveljük az utódainkat. A Kezedben a jövő című programot a Svájci Magyar Együttműködési Program támogatja.